Újpest központ végállomás. Kérjük kedves utasainkat. Sziasztok! Az Újpest központ podcast. Andrással és Fekete balással. Kezdjük egy örömhírrel. Megvan az első győzelmünk az mv 1 ben Legyőztük a vasast. Igen. Erről hosszabban is fogunk beszélgetni mindjárt. Vagy most. Kezdjük ezzel. Kezdjük akkor. ezzel. Szóval Újpest vasas 2-1. A helyszínen tekintettük meg a mérkőzést, már-már hagyományos módon. Ha szeretnétek velünk találkozni, akkor a B-teraszon foglalunk helyet, és elfogadunk mindenféle italokat. <gül> <gül> és előre is nagyon szépen köszönjük. Hát a meccs krónikájához hozzá tartozik, hogy ugye az volt a közös pont az Újpestben és a Vasasban, hogy egyikünk sem nyert ezelőtt a forduló előtt, és e, nálunk még egy, egy 0-6-os vereség is megelőzte ezt a mérkőzést. Ugye ezt követően felmerült, hogy felrökkent az a plegyka, hogy Milos Kruscsics lehet, hogy távozóban van a Megyeri útról, azonban ez egyelőre nem történt meg. Ellenbe egyébként a Vasasnál Kutorat illet. Menesztették. és így több mint két év után visszatért az MB1-be, egyébként a születésnapját éppen ezen a napon ünneplő, gondás elemér. Egyébként tudod, mi volt még ezen a napon? Minek az évfordulója? A 6-0-nak. A mi 6 0 A mi hat nullunknak, unknak Ami, hogyha úgy veszük, 6-6. Akkor... <laughs> Jó, mindegy, Ez Felisz az... tiebreak. Igen, pró próbáljunk meg azon túltenni magunkat. A, a nem mondom el, ki, ki elleni összecsapáshoz képest több változás is történt a kezdő csapatban. Például először a az, az szezon során a kezdőben nevezték Simon Krisztiánt, ugye Castrati és a Kuszk sérülés, illetve egyéb okok miatt Maradt távol, távol, és egyébként a meccs elején, amikor közzétették az Újpest Facebook oldalán a kezdőt és a cseréket, akkor mi örömmel láttuk, azt hiszem mondhatom így, hogy Junior Táló nincs még a padon se. Később kiderült, hogy a social media brigád lemaradt valahol Igen. a cseréket illetően, és mégiscsak a padon volt. Megnézzük, hogy mi volt a kezdő? Persze, itt van. Jó. A kapuban ugye egy újoncot avattunk Újpest részről, Nikolic uh -huh. mutatkozott be. Előtte Antonov, Diaby, Csongi, Szabó Bálint. Egy szintén újonc. Szintén újonc. Csobot Kevin, Luka Mek, Bumál, Simon Krisztián, elő pedig Katona és Guré. Ugye nem volt Pajovic, nem volt ott Branko, nem volt a Jujic, bár egyébként meg legyünk őszinték, hogy ezeken többnyire nem nagyon van mit csodálkozni. Neked hogy tetszett egyébként a kezdő? Nekem a Nikolics abszolút uh, pozitív, de nem is, nem is volt pozitív csalódás, mert én azt vártam, hogy jó lesz. Uh -huh. Meg arra gondoltam, hogy valószínűleg azért hozták ide, mert hogy komoly gondok vannak kapusposzton. Tehát, akármennyire is szeretjük a banait, hogy újpesti nevelés tényleg maga a két lábon járó bizonytalanság. A Pajovics pedig a 0 on azért tökéletesen megmutatta, ugye, hogy miért, miért, nem számítanak rá a kezdőben. Maradjunk egy kicsit a Nikolicsnál. Jó. Én a meccsen egyébként, ugye egymás, együtt néztük a meccset, egymás mellett foglaltunk helyet. Nekem az alábbi dolgok, illetve ezeket beszéltük ugye a meccs is, hogy magabiztosságot, Sugároz, sugároz. Szerintem ki is jön, ugye? Igen. Tehát nem fél, nem fél kijönni. Illetve a, a kirúgásai, tehát földről kb. a háromdajedt pályát át tudja rugni, ami azért szerintem nem olyan rossz, még magyar szinten is. És bár egyébként olyan sokat nem védett, illetve nem olyan tornáztatták meg. Nem, de mondjuk de... A, a gólban róla meg nem. nem a nem teheted, persze, igen. Szóval a, arról, arról a diabetes, de erre nem. De majd összességében ígérünk. szerintem jó vegyemást Abszolút keltett. Igen, nekem is. Szabó Bárint egyébként ugyancsak. Szerintem jól, jól szállt be. Igen, nekem, nekem vele szemben egyébként, én azt mondom, hogy tehát őt, őt, hogyha felépítenénk, akkor egy, egy megbízható játékos lenne. Most ugye most, most volt az első meccs, amikor tényleg kezdőként szerepelt az 1 ben és még azért láttam rajta egy kis, nem tudom, lámpalázat talán voltak bizonytalanságai, volt egy-két okay. uh, biztonsági a, A passza, Megyeri úti oroszlán nem csodálom. De mondjuk hogy... egyébként azt hozzáteszem, hogy szerintem egy ilyen meccs után, egy ilyen lelkiállapotban lévő uh, klubnál, mert tehát itt a szurkolókra, illetve az egész uh, körítésre gondolok, uh, nem egy hálás feladat szerintem beszállni. Tehát hát nem a, gondolok, gondolok rá a kapusra, gondolok a csobot kevére például. Tehát uh, illetve az egész csapatra így gyámblok, tehát történt, ami történt a múlt héten. Szerintem itt, itt ami, amit elvárásnak tűzhettünk ki, ugye az az, hogy, 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 egy meghalnak a pályán, a másik pedig az, hogy nyernek. Nyertek. Nyertek, igen. De azért ez, ez eléggé nyögvenyelős volt. Szerintem egyébként, most nem akarok előre szaladni, de hogy szerintem ezen a meccsen igazából nem, nem számított az, hogy most itt szépen nyerünk. Itt, itt, itt maga a győzelem fontos volt már. Igen. Tehát, ha egy, egy-egy végzünk esetleg, akkor, akkor, um, akkor, sokkal keserédesebb szájízzel megyünk el a, a, válogatott szünetre. Mindenképpen. Azért a meccs krónikáját azért idézzük fel, hogy mi és hogy történt. Ugye nagyon jól kezdődött a meccs, mert már a 11. percben a nagy kedvenced, Luka meg passzolt Katona Mátyáshoz, aki 15-16 méterről ki is lőtte a jobb alsót. Jobb alsót. Aztán, na igen, és akkor itt, itt jöttek a gondok a 20. percben, hogy Diaby felszabadított egészen ügyesen, annyira, hogy Novotnyról aztán a Hollander elé pattant a labda, egy-egy, amit aztán ugye később egy fejes góllal Diaby jóvá tett, vagy hát ez az, most ez az ember, ember legyen a talpán, aki eldönti ezt, mert hogy igazából a, a gól egyértelműen az ő hibája volt, aztán meg igen. szerzették volt, igazából, ja, egalizálta, de... E, egalizálta, de az a baj, hogy én, én továbbra is én, néha frászhoz rám ez a gyerek. Igen, hátul azért vannak még mindig bizonytalanságai, tehát azért volt egy-két kiúratás most is, amit, amit nem igazán tudott lekövetni, viszont támadásban azt kell mondjam, hogy körülbelül az egyik legveszélyesebb emberünk, tehát a szituációk után szerintem szöglet, szögletre nem tud úgy érkezni Magyarországon senki se, hogy ő. Ja, egyébként hát, jó, 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 volt ez úgy, úgy, berobbant most is, és úgy, úgy körülbelül egy, 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 másfél feje volt magasabban, mint a, mint a védő. Jó, oké, okay, persze tudjuk, hogy milyen fizikai adottságokkal rendelkezik. Van, igen, de, de, akkor is. Tehát ezt, 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 ki, ezt jól tudja kamatoztatni szerintem a kapu előtt. Ja, de azért van, még mit fejlődni. De igen, neki elsősorban ugye, tehát védőfeladatai kellene, hogy az kellene, az kellene egy és, és ott azért vannak hajmeresztő megoldások még mindig. Illetve a másik fele az meg az, hogy maga az egész védelmünk egy kicsit gyáboltalan néha, és, és erről is beszéltünk, hogyha mondjuk kapna a mellé egy egy tapasztaltabb védőt, mint mondjuk régen volt mondjuk a, a Lita, vagy, vagy jó, tényleg a közelmúltban mondjuk a. Ristevski vagy a, vagy a, tanár Jó, akkor ez... a Harris tanár úr. A akkor... tanár úr is tud valamit, persze, persze, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy tehát mondjuk ne, ne a lejjen mellette. Hát igen, igen. Mindenesetre nyertünk, és akkor elmondhatjuk, hogy kondás elemér két év kihagyás után vereséggel tért vissza az mb be ezúton is sok boldog születésnapot kívánunk az, az Újpest család nevében. És akkor... Illetve egyébként még a szurkolásról még annyit igen, az a szurkolókról akartam még mondani, Kor, de akkor mondjad te. Szóval, hát itt ugye volt, volt egy egy közös megemlékezés a... A 9. A a, a, a a, a, kerületi a, a, csapatról. A 9. kerület és a délapesti csapatokról igen. közösen, ugye két tábornak, illetve, illetve hát egy ilyen sporttörténeti pillanat is volt a megyeri után a meccs végén, amikor így a két tábor közösen kiabálta azt, hogy kurva gyenge a saját és, csapatainak. Igen, ami, legyünk őszinték teljes józ, mértékben józ, igaza, igaza józ, volt, józ, kritika. mert azért eltett már jó pár forduló, és az tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, hogy, ez, tehát, hogy most ez egy olyan meccs volt, ahol nyertünk, de ugye a vasas továbbra is nyeretlen, hogy nagyon nagy kérdés, hogy ez a játék, vagy ezek a keretek mire lesznek elegendőek a, a fordulókba, mert hogy eddig nem, nem úgy tűnik, hogy ez, olyan acélos lenne, se nálunk, se náluk, de mondjuk az, az ővék az legyen az ő bajuk. Igen, itt ugye megint most bele menni egy, 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 hosszabb szünetbe, ugye most oké, okay, jövő hét szombaton lesz egy kupamácsünk, ugye Máté Szalkán, de egyébként szerintem arra egy különösebben nem fogunk készülni, viszont ugye továbbra is, tehát ezt most úgy kell tekinteni így a bajnokságra, hogy most ugye van egy három hetes szünetünk, visszajövünk október 1-én, -e -e játszunk Igen. a kisvárdával, és legyünk és... őszinték, hogy az nagyon nem lesz könnyű. Igen. Illetve Azért oda ez nem lesz elég. És, és akkor utána megint, ha jól emlékszem, akkor talán november közepéig, november elejéig fog menni újra a bajnokság, mert utána jön a VB. Uh -huh. Tehát most megint egy, tehát ilyen etapokba kell nézni a bajnokságot, és most a következő három hétben nem tudom, hogy milyen edzővel, most nem tudjuk, hogy a Krust is marad-e vagy megy, nem tudjuk, hogy kik fognak még érkezni, mert ugye nálunk most, most dübörög az átigazolási szezon. És, én uh, személy szerint nem küldeném el a, a kruscsicsot. Egyébként én se. És erről, erről olvastam kommenteket a Facebookon, illetve beszélgettük is ugye egy baráti körbe, is, és én én speciál úgy gondolom, hogy hogy a meccs után föl kellett volna ajánlani a, a lemondását. Ezt, ezt nem muszáj elfogadni, de ilyen erkölcsi mm. minimum lett volna. Lehet hogy, meg, lehet, hogy föl is ajánlott egyébként nem a kamerák előtt, tehát ezt nem tudhatjuk, hogy hogy, hogy, mi történt, illetve hogy most ugye felröppent ez a hír, hogy lehet, hogy, hogy távozik. De, de én azt mondom, hogy, hogy itt bár vannak hibáid, de itt nem ő a legnagyobb probléma. Hát igen, meg azért, azért mégiscsak éveleje óta együtt dolgozik ezzel a csapattal. Szóval, hogy most hozhatsz erre be a három... És az a másik, hogy és, és, hogyha lecseged, akkor megint egy, egy no-name no, no senkit ember, fognak hozni. Nem tehát, is ismeri a Tehát, hogy a, a, ahhoz képest szerintem jobb a, jobb a folytonosság, mint... Igen. Mármint, jó, nézzük meg, hogy mi, mi lesz a, a téli szünetig. És akkor utána lehet erről döntést hozni, de én most nem, biztos, hogy nem, nem küldeném el. És akkor emlékezzünk meg egyébként arra, hogy ugye a, egyrészt a meccsen ugye Bumál megsérült, és akkor jött Onovo, tehát hogy egyébként volt még egy ilyen nehezítés a részünkről, uh -huh. és ez elég, elég hamar történt valószínű az első fél órában, és az utolsó 30 percre pedig beállt az addig számunkra, tehát hogy mi azt hittük, hogy nincs a padon se, de nem is az, hogy a, a padon, nem, nem, is az, hogy a padon volt, hanem be is állt Junior Tálló, akit hatalmas. a hatalmas, hatalmas fügy üd, fogad, Tálló takarodj. ja. 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 Nem tudom neked mi a véleményed erről. Szerintem neki már nem kéne Újpesten lenni élő szerződésen, Tehát uh, szerintem az, a, az, ami ugye a meccs ugye a múlt heti mérkőzés után történt, közvetlenül a lefújás után, illetve hát itt készültem, ugye a, a, múlt, a múlt heti felvételünk alatt, illetve után uh, született meg az, a, az az Instagram, Instagram bejegyzése, amiben is most itt angolról fogok fordítani így élőbe. Uh, tehát azt írta, így egy képet magáról így feltöltött, és azt írta, hogy, hogy ez vagyok én, egy büszke fekete, aki tiszteli a mezt, és, és, és én mindent beleadtam, amit csak tudtam, igen, és azt mondja, hogy vállalom a felelősséget egy ilyen súlyos vereség után is a derbin. Egyébként ez mi? oda hogy vállalom a felelősséget? Tehát imádom ezeket a dumákat. Mit jelent az, hogy vállalom a felelősséget? Szerintem egy, egyébként itt rosszul írtam, mert itt, itt, ezt jelen fogalmazza, de szerintem ezt múlt időben akarta, hogy vállalta a felelősséget. És oda ment, tehát itt folytatódik a mondat, hogy oda ment elnézést kérni, de hogy ti nem fogadtátok el, ami, ami érthető, de azt soha nem fogom elfogadni, hogy, hogy huhog, hát ugye itt a síró majom kántálás, igen, tehát azt gondolom, a húgás jelenti, és ez, a, ez az első idő, vagy ez volt az első alkalom a karrierem során, hogy ez megtörtént, és ezt nem fogadom el. És uh, hashtag egyenlőség, hashtag nem a rasszizmusra. Én egyébként, amikor kim voltam a derbin, én egyébként nem hallottam hólgást, akkor is a bén voltunk. Hát jó, én de, sem hallottam. De, de, de nem tartom kizártnak, hogy történt ilyen. Ettől függetlenül, és egyébként én abszolút nem vagyok híve ennek a dolognak. De az, hogy ő a félpályánál vihorászik a bolival 06 4, után, 06 után úgyhogy azt látja a stadion, tehát hogy persze nem fogják elfogadni a bocsánat kérésedet, mert hogy te komolytalan vagy. Ebből szinte. Komolytalan nem. vagy. És, tehát, hogy ez elég rossz, hogy ahogy beszéltük is, akkor csináld a játékos kiáróba. Uh -huh. Ott se csináld igazából, de hogy de így, akkor ne, ne csodálkozz el, hogyha fügy szó fogad. Meg, meg a akar, akarod. Hát igazából szerintem az, meg közben egyébként a teljesítménye is ö, olyan, hogy lehet, hogy nem ártana, hogyha kezdeményezni a szerződésének a felbontását, vagy valami, mert hogy itt, itt innen már nem lesz visszaút. És Ad... azt, azt figyeltük a második, ugye győztes gól után, hogy mindenki ugye kibent ünnepelni a Diábival, és ő volt az egyetlen, aki így sétált vissza a kezdőkör felé. Ja, igen. Csak azt mondom, hogy, tehát, hogy ne, neki lefőtt a kávé. Ez akár igen, tetszik, igen. akár nem. És, ez és a meccs után, lefélyes után sem ment ki a, 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 az, út ultrákhoz megköszönni. Jó, csak azt mondom, hogy így, így ez nem fogunk tovább menni. Hát igen, ő, durcizik, ennek így hosszú távon soha nem szokott jó vége lenni. Jó, de én nem abszolút elítélem a húhogást, de azt is elítélem, ahogy, ahogy ő viselkedett a lefújás követően, mert nem nevetgélünk a fél pályánál Igen. a bulival, hanem ha mélységesen milyen szégyeljük magunkat. Egyébként e, így játékosokról akarsz megmondani valamit? Én különösebben nem. Hát de az, hogy, hogy mm, igazából nem, nem, hiányzott a jújics a pályáról. Igen. Az az igazság, se, hogy... És a És hát a sose szokott hiányozni. Igen. Nézzünk rá a tabellára. Én annyit írtam még, egyébként jöttek nézői kommentek is. Hallgatói. Elnézést, hallgatói, hallgatói, igen, né nézői majd később lesz, de erre majd később. Uh, Slavskowski Sándor írta a, a te uh, meccs közbeni bejegyzésedre. Csak sajnos gyorsan jött az egyenlítés is, de bízunk benne, hogy a második fél meg tudjuk nyerni a meccset. Nem mondom, hogy attól maradéktalanul kiegyenesedik minden új beszurkoló idegrendszere, de úgy kell nekünk minden apró sikerélni, mint egy falatkenyer. Hajrá, leg csak az Újpest. Így is um, ezzel, ezzel, abszolút egyetértünk. Abszolút. És uh, igen, bocsánat a jegyzetekben. Illetve Bertalan Zsolt írta azt, hogy táló új neve, sétáló. <gül> <gül> ez, ez gyönyörű. Ez gyönyörű. <laughs> És egyébként, mikor mondjuk Puzsi Robertnek be is ajánlhatjuk, hogy ő a sétáló Budapestnek a igen. új új kampányarcanatnak. <laughs> Illetve Czöveg György írt, írta még, hogy megvan Gyuri. úgy, ahogy, de megvan. Igen. Szóval... Uh, igen, ezekkel abszolút egyet, egyet, tudunk érteni. Igen. És köszönjük szépen a, a visszajelzést. hozzá Mi, minden vigyétek hírünket a világba, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, megkövesetek minket Spotify-on, Facebookon, mindenhol. Köszönjük szépen! Hmm, Vessünk egy pillantást a tabellára? Ö, igen. Jó, szóval a győzelmünk után, miután megszereztük végre az első három pontot, így a tizedikek vagyunk jelenleg úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszottunk, ugye a videótonnal fogunk majd valamikor meccset pótolni, ők egyébként 9 ponttal állnak, na mindegy, ez még ugye od odébb van, de mögöttünk a vasas mezőköves 5-5 ponttal, és utána jövünk mi 6-tal. Né a hátunkat! Igen. De Debrecen 7 pont, mindegy, szóval ez, ez elég sűrű. Hát itt de... még mindenki Igen. Még, még nem, nem, sokat. De végre, végre elmozdultunk a, a, 12. helyről. Illetve, hogyha már itt a mérkőzés utánról beszélünk, akkor átnéztem a, a, szokásos beteg jelentésünket, a kórháza város szélén, rovatunk, és ugye, Bana még mindig rehabilitációt végez, ez jól halad. Feltételezhetően csak a következő hétvégén kezdheti el a teljes értékű munkát. Castrati ugye tudjuk, hogy bokasérülése van, még pár hétig nélkülözni vagyunk kénytelenek. Hát ez biztos. Uh, Giuseppe Borello szintén maródi, és azt írják, hogy olasz szélsőnk részleges szombizom szakadás szenvedett, aminek következtében október közepén térhet legkorábban vissza. És akkor Ugye tudjuk, hogy még a Croazé ugye hosszú távra, ő valószínűleg egyébként a tavaszi fél tud majd újra pályára lépni, és ami nekem egy kicsit szemet szúrt, nem tudom, hogy nem vagyok orvos, de a, Kuszk, a Kuszkról annyit írtak, hogy enyhe kardiológiai problémák miatt szintén a kimaradók közt lesz a válogatott szünet előtti meccseken. Edzés munkájáról a jövő heti vizsgálatot döntenek majd. Nem tudom, hogy mit jelent az enyhe kardiológiai probléma, de Azért egy profi sportolónál ez nem valami jó jel. Bár, bár nekem is a múlt heti teljesítményét, elnézve nekem is, volt a kardiológiai <laughs> problémáim, ezt azért tegyük hozzá. És még jó néhány <laughs> Igen. Lelátó. Úgy, úgyhogy le lehet, hogy csak benyújtotta az élet a számlát. <laughs> De minden esetre jobbulást kívánunk mindenkinek természetesen. Így van. Készültél egy, egy másik topikkal? Igen, most ez, ez egy spontán téma egyébként, a mai napon olvasnom az indexen megjelent egy cikk erről a fiatal szabályról, illetve magyar kötőjel per fiatal szabályról. Miről egyébként már korábban amiről, mi is beszéltünk? Igen, tavalyi szezonra beszéltünk, és próbálom röviden összefoglalni. Tehát itt annyi a történet, hogy az MLS szeretné motiválni a csapatokat, hogy minél több magyar, illetve minél több fiatal. Játékost szerepeltessen a csapatokba. Különféle megkötések vannak, igazából a legtöbb pontot azért, hogy a 2002 után született. Igen, tehát a 2002 után születetteknek minden lejátszott játékperce tízszeres szorzót kap. Tehát ha egy percet játszol, akkor kapsz érte tíz pontot. Igen. Ha fiatal és magyar. Hogyha magyar állampolgársággal rendelkező játékos, aki 2002 előtt született játszik, azoknak a perceiért egy pontot kapnak. Na most a célszám az 29700 pont a szezon végére, és még van egy olyan megkötés is, hogy ennek a 29700 pontnak a fele az a fiatal pontokból kell, hogy összejön. Mm. Tehát akkor kapod meg a prémiumot, hogyha ez összejön. Egyébként ez a prémium elvileg 325 millió forint, ami egy kis, illetve közepes költségvetési csapatnál azért egy elég jelentős tétel. És itt az Index csinált is egy számítást, ennek nem számoltam utána, elhiszem, hogy, ez így van. Jelenleg a pontverseny a következő képen néz ki. A Honvéd áll az első helyen, ők már a kitűzött pont mennyiségnek a 62%-át gyűjtötték össze, így mm. 8 forduló alatt, 7 nem tudom most hány meccset játszottak. És uh, van még egy ilyen mutató is egyébként, hogy uh, hogy ebből, tehát a, az ő 18.508 pontjukból, ebből ők 16.380-at, tehát az összpontjaiknak a 88,5%-át a fiatalok hozták össze. Mm. És uh, csak érdekes képpen kiírtam, hogy náluk igazából uh, összesen 8 magyar van. Ebben a 8 benne van egyébként a Lóhricsi is, aki ugye Úgy Imádom azt a kifejezést. És, és még azt néztem, hogy, hogy igen, tehát hogy 1, 2, 3, 4, 2002, tehát négy fiataljuk van, uh -huh. aki ugye tízszeres szorzóval játszik, ami egy mm. nagyon, egy nagyon korrekt szám egyébként. Hogyha az össz az összlistát nézzük még, akkor ugye a Puskás Akadémia a második, akik már a meg megszerzett pontok 54%-át hozták, és a Debrecen a harmadik 50,5%-kal. Mi az utolsó előtti helyen vagyunk itt, tehát a megszerzett pontok pontoknak... Egy -e hátrébb, mint a valóban. A igen, tehát a megszerzett pontoknak a 9,4%-át szereztük meg, ami azért aggasztó, mert ha ezt kivetítjük egy egész évre, akkor nem fogjuk elérni igazából. Hát valószínűleg ezt, ezt a, mi már elengedtük. A prémiumot. Én nem is értem egyébként, tehát csak, hogyha feladnak egy ilyet, egy ilyen lehetőséget, akkor miért nem hajolunk le a pénzzel? Hát de egyébként azt, hogyha emlékszel, az előző alkalommal pont azt beszéltük, hogy a fehér csanád, az, aki számításba jöhetett akkor kb. Na, várj, és akkor bár, mindegy, akkor csak hogy. Tehát, folyogyan. hogy ma maga, maga a keretünk sem volt. Tehát, úgy. tehát mi összesen szereztünk eddig 2782 pontot, és ebből 600 pontot hoztak a fiatalok. Igen. Tehát azt jelenti, hogy az összpontoknak a 21,6%-át hozták ők, illetve a fiatalok a 100 ra kivetítve a 4%-át összesen. Csak egy példaként mondom, hogy a honvédnak a fiataljai már túl teljesítettek, tehát az azt jelenti, hogy 110%-ot szereztek, tehát a Honvédnak igazából innentől kezdve csak a nem is kéne játszatni a fiataljait, illetve, bocs, játszatni kell, mert a mérkőzéseknek a felén igen, ö, igen, igen, igen. játszani kell, de igazából ők már megvannak ö, számszakilag, illetve hát, ugye pont ö, szakilag, és ö, hát ugye mögöttünk egy, mögöttünk egy olyan klubban, ugye, aki az első helyen áll a bajnokságban, utca utcahosszal vezeti, és, ő, és ők rohadtul nem a, a, fiatalokra építenek, hanem a, ők is a nemzetközi játékosokra. Akár csak mi? Tehát ők konkrétan, ők a fiataloknál írd és mond nulla pontot szereztek. És már hát, csak a bajnokságon is így lenne. Nálunk egyébként az Újpestnél összesen hét játékos szerzett pontot. Ugye a Banai Szabó Bálint, a Szabó már egyébként játszik a tízszeres szorzó, Igen. tehát ő most játszott 60 perc, ezért kapott 600 pontot. Branko. Igen, ő kettős ellenpolgár. Igen. Sibon Krisztián, Csongvai Járon, Katona Matyi és Csobot Kevin. Igen. És akkor itt ugye megint megedzem, hogy ebből, tehát az Újpest jelenlegi keretéből csak a Szabó Bálint jogosult a tízszeres szorzóra. Igen. Meg a fehér család. Azt múltkor azt beszéltük. Igen, de ő egy percet nem játszott. Tudom, nem. de ha játszana. Igen. De nem fog. És, vagy nagyon úgy fest, hogy nem fog. És akkor igazából én tegnap néztem ezt a, a az m van ez a Goal 2 összefoglaló, hmm. ahol meghívták Balci Robertet, aki az MLS-nek a sportigazgatója egyébként. És akkor most felolvasom, hogy mit, mit mondott ugye a, a tegnapi esti beszélgetés alatt. Tehát hogy ő azt mondta, hogy, hogy azt látom, hogy jól reagáltak a klubok, hiszen 34 fiatal lépett pályára ezzel alatt a 8 forduló alatt, és ebből 11-en a mérkőzésének több mint 50%-án szerepeltek is. Ami azt jelenti, hogy ezek a srácok már beépülőben vannak. Tehát ha minden jól alakul, és ezt a tendenciát folytatjuk, lehet, hogy egy 11, játék, 11 fiatal labdarúgót sikerül beépítenünk ebben a bajnokságban. És jöhet a következő 11 utána. Ez lenne a fontos, ez lenne a lényeg, hogy folyamatokat tudjunk elindítani. Tehát ő, ő, az, tehát az MLS sportigazgatója, ő azzal számol, hogy minden évben, minden évben, minden csapat összesen, összesen az egész NB egy 11 fiatalt be tud építeni. Hát. Szerinted ez a szám, ez, ez, sok vagy kevés? Hát miután 12 csapat van, a keretek 25-30 fősek. Egyetértek. <laughs> hát ez, ez, ez nem, nem, tudom, hogy nem tudom, hogy volt -e előzetesen elképzelés, hogy mi, mi, mi lesz a, mi a cél az, hogy most ezt mondja, hogy ez jó, azt így elfogadom, de egyébként én azt gondolom, hogy ez, ez azért még édes kevés. Szerintem is. És én egyébként meg tényleg, én szerintem rosszul is van azért megírva ez a szabály, de ezt akkor is megbeszéltük, hogy annyira leszűkíti az, tehát hogy 2002 után született. Tehát, hogy jövőre már a szabó se fog ennek megfelelni. <coughs> És most, igen, most csak azért be le, betenni valakit, mert ezekre a pontokra játszol, vagy ezekre a prémiumokra, azt nem fogja senki bevállalni egy 12 csapatos NBA-be, ahol ja, egy győzelem, és utána már három helyet ugrasz előre, de két döntet lenne meg újra a kieső zónába. Szóval ezt nem fogja szerintem senki úgy komolyan venni. Hát ugye, ha most itt a, a, a számokat nézzük, tehát én, én úgy, úgy, látom egyébként, hogy uh, igen, tehát a mezőkövés, hát ők hát talán. Tehát itt már három csapat rögtön kiesett már a bajnokság elején. Persze. Mi a nem mondjuk ki, meg a vidi. Igen. És a kövesd is már karcos egyébként. Mert 24 százalékot, tehát most lement a bajnokság. A mit lejjeten. akarsz mondani, hogy a, a cseri 2000, nem 2002 után született? <laughs> <laughs> engem is érnek, meglepetések így. így. <hí> Jó, hát nem tudom lehet, hogy jobban is meg lehetett volna vagy jobban is ki lehetett volna találni ezt a dolgot. Igen, egyébként maga a kezdeményezés szerintem nem rossz. Lehet, hogy finom hangolni kellett volna még kicsit. Igen, mi azt hiszem, hogy vagy emlékeim szerint mi a legutóbb azt beszéltük, hogy lehet, hogy 25-ben kéne, meg, vagy 25 éves korban kéne igen, meg meghatározni. Besz... Mert... Hogy... Meg, meg, volt, ugye beszéltük, hogy ilyen sávosan esetleg, tehát hogy, hogy, hogy lehetne még ugye egy ilyen, egy 20-tól 22 éves korig is. Ja, igen, tehát hogy mert... Vannak -e későn érő típusok, meg mint mondottam, szerintem a 12 csapatos NBA nem annyira teszi lehetővé, hogy nagy a verseny. Igen. Ja, hogy ne kísérletezgessenek. Illetve nem tennék -e akkor a különbséget mondjuk a magyar és a magyar fiatal között. Hát igen, tehát nem a 10-szeres szorzót raknám benne, mondjuk egy hármas, négyeset talán. Jó, hát igazából ez az első év, lehet, hogy az utolsó is, és jövőre majd más fognak kitalálni. Uh -huh. Ez most ez a verzió. Mindegy, kíváncsian várjuk a folytatást. Készen állsz a legújabb láthatatlan légiósra? Igen, viszont előtte Igen. van még egy kommentünk Bencétől, Máté Bencétől. Ő is egy hűséges hallgatónk, illetve barátunk. Öh, egy olyan kérdéssel fordul hozzánk, hogy minden hét elején izgatottan várom, bármi is történt előző hétvégén, ismeretlen légiósok közül mikor jön végre Trinidad és Tobago géniusza? Uhum. Értem a kérdést, jó a kérdés. Elő, Előbb-utóbb ő is sorra fog kerülni. Ma, ma, azonban nem őt hoztam. Készen állsz? Sose volt ennyire kész. Jó van, hmm. akkor következzen a mai láthatatlan légiósunk. 1976. február 17-én látta meg a napvilágot Szarajevóban, Jugoszláviában, ma ugye ez Bosznia-Hercegovina. Jelenleg ennek megfelelően ugye 46 esztendős, 183 cm magas, bosnyák állampolgár, tehát most már ugye az, posztját tekintve csatár, és 2002. július 1-én vonult vissza. 2002? Igen, <laughs> 20 éve. Ez abszolút és most 46 éves, igen. Oké. <laughs> Oké, okay. okay. szóval... Zselkóba játszott? Mi? Zselkóba játszott csinálni, ez nincszer. Várjál, még mondjam már végig, majd mindjárt, túl sok, túl sok a kérdés. FK kérd, Szarajevóban játszott, igen. <laughs> Jó. Szóval a figuránk az FK Szarajevóban kezdte el a felnőtt pályafutását. Mm. 97-98-ban a Bosnyák első osztályban szerepelt, a bronzérmesként végzett, Aha. és ha a bajnokságban nem is, a kupában összejött a, az első hely, ezt megnyerték, Fontos megjegyezni, hogy már itt is kegyetlen mutatókkal rendelkezett, az egész kupa közel meg során egyszer talált be, a Sloboda Tuzla ellen. 1998-ban úgy döntött, hogy kipróbálja magát külföldön, és aláírt a portugál élvonalba a Faranézihez. A 98-99-es uh, szezonban a 11. helyen végzett a csapatával, most figyelj, mert hogy valami sosem változik, fősünk ismét egy gólt szerzett <laughs> csatár létére. Mondjuk az is igaz, hogy azt a Sporting Lisszabon ellen, egyébként ez egy olyan mérkőzés volt, amit, amit elvesztettek. Úgy ítélte meg, hogy kevés a játék lehetőség, amit kap, így az idény végeztével visszatért Boszniába, Zerdzel Zenikához igaz volt? Ez, ez, ez erre kérdeztél rá? -e? Nem, 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 ez valami másik. Zerdelez Zen zen Zenitza-hoz igazolt. Az nem az, igen. Azonban egy év sem telt bele, és már is állt. Egyébként a Z Zenica játékosaként debütált a Bosnyák válogatottban is, mert hmm. azt mondjuk el, uh, hatszoros válogatott. ott azonban egy gólt sem szerzett. Hmm. Soha. 2000-ben, ki tudja hogy miért, Újpestre került. Uh, ezért csak, hogy emlékezzünk meg, hogy ez, ez volt az az időszak, hogy olyan, olyan játékosok érkeztek ugyanebben az átigazolási időszakban, mint uh, a korsós Attila, a herceg Miki visszajött Győrből, és ekkor jött Román Orestsuk, mm -hmm. ha emlékszünk rá. Hogy felejtném el. Ja, és közben pedig, ja, hát ez egy olyan csapat volt, amiben még simán játszott az Urbán Flores, meg a kozmasz Lezák, mm -hmm. mm. Jó cucc jó volt az. Hát igazán csak a két évvel volt. Ja, ja. Igen, igen. Régi, régi szép idők. Na mindegy, és debütálása az első fordulóban meg is történt. A Vasas elleni 0 0 n <laughs> öltötte magáról először az, az, az Újpesti mezt, Majd a következő meccsen a Debrecen ellen megszerezte az első, és egyébként utolsó Újpesti ja, gólját is. Uh, egyébként a, ez, ez volt az a meccs, amikor nagyon-nagyon elvertük a Lokit 8-3-ra, hogyha erre, erre emlékszel. Uh, és ez, ez is valami ilyen rendkívül szerencsétlen gól volt, ez a, ez a tarkójáról pattant be nagyjából a labda. Te, teljesen... teljesen szere... a, kupa, a kopasz tarkujáról. Nem, nem volt kopasz. De a, de a tarkója lehet, hogy kopasz volt, nem emlékszem, erre mindegy. Szóval az a lényeg, hogy... Uh, Ezután a mérkőzés után még négy alkalommal lépett pályára Újpesten, azonban soha többet nem talált be. Tehát hat mérkőzés, egy gól, és a szezon végeztével ugye véget is ért a közö közös románcunk. 2001. júliusában uh, a Rájo vallecano igazolt. Most mondd meg! Ne, ez de? Ez hogy, de ez hogy csinálta? ez a de, 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 de tényleg! De ezután az idény után, a Rayo Vallecano lecsapott rá. jól is indult egyébként ott minden, I igen, és azt, azt hiszem... És rosszul végződött. Ro rosszul végződött, mert, az, az edző, aki, aki oda az, az aztán... egy hét Igen, után. és és edzőváltás történt, és akkor sajnos, sajnos az új érkező, az, az új edző már nem, nem, számolt, nem számít az a játékára. Így 2002-ben szerződést is bontott vele a Rayo Vallecano, és ezek után egy, egy huszár vágással ő úgy döntött, hogy abba hagyja a focit. 26 ezt csúcson, rendősen a csúcson. A, a csúcson, és egyébként egy, egy vállalkozásba kezdett, és egy ruházati cég vezetője a napjainkig. Hol? Hát Boszniában. <hállítás> Jó. Azt a a, 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 a cégéfól lenéztem. Nem, nem. nem LinkedIn-en azért nem néztem utána, de hát Bosnyák azért divatban utazik. <laughs> Jó kis made in Turkey konténerek. <laughs> Na? Egy tippem van. De az kegyetlen. De egyébként nekem mintha irányító lenne. Emir Granov. Igen. Telen. Emir Granov. Emir Granov. <laughs> ez jó, ez jó. Ő még nem volt. Jó, ő is a kieső zónából ezzel a ja, 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 Szerintem ez egy elég érdekes karrier amúgy. Igen, és azt, azt, hittem egyébként, hogy már idősebb volt, amikor hozzánk került. Nem, de mondom azért, de nekem ez teljesen furcsa. Ez, a, ez nekem ez valami volt. Én, én, én kopasz. Fa, farenze, farenze, meg mondom, tehát hogy ez után de lehet, hogy van róla kép, de lehet, hogy azt csak a adáson kívül fogom neked már megmutatni. Jó, oké, semmi De azzal nem, nem, nem fárasztanám a hallgatókat, amíg a YouTube-on keresek. Egyébként mert igen, vannak rajta ilyen öltönyös képek. Így, így nézed ki. Tényleg, aha, jó, nem kopasz volt. Ja, úgyhogy... Megnyerő, megnyerő fiatalember. megnyerő, Megnyerő fiatalember, de itt láthatod, ahogy, ahogy egyébként nyomja a, a ruhabizniszt. Föl nem is. Az, az ö, öltönyökben. Ember. Ja, mert minden esetre köszönjük neki azt az egy gólt és azt a felejthetetlen 8-3-ot. Úgyis megyünk Szarajevóba, aztán aztán fölveszik vele a kapcsolatot. Ja, az mondjuk nem lenne rossz. Hmm. Tényleg menjünk el Szarajevóba, és írjunk neki, hogy Hé, hey, Emir. Hé, <laughs> <Hi, hi>, Emir. <laughs> emlékszel az újpesti kalandra. Ja, ja. Úgyhogy ez, őt hoztam már, és örülök, hogy kitaláltad. Ez jó volt. Én köszönöm. Én igazából azt ennyit szerettem volna röviden, tömören mondani. Válogatott meccsek jönnek. Jövő héten kupa. Jövő héten kupa. Elég, most ez ja, igen, 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 szóval. igen. Csak a állandóan, szombatan... állandóan, a buli vonaton vagyok, aztán nem, nem, mindig figyelek. A Máté Szalkai MTK ellen játszunk. Igen, egyébként. oda nem fogunk leutazni, de aki teheti, az, az menjen le. Így van. Szóval kövessetek minket, mint ahogy azt már mondottam, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is. Hamarosan innen folytatjuk. Vigyázzatok magatokra, jó válogatott szünetet, hajrá lelkés csak az Újpest, hajrá lelk, sziasztok! Sziasztok! Viszontlátásra!